Sziasztok! Folytatódik a Balis vlog. Köszöntelek titeket innen egy titkos rizsföldről. Ha az első részt nem láttátok, mindenféleképpen nézzétek meg. Kattintsatok ide, most jövünk a másodikkal. Kezdjük el! Nyilván sosem lehet elmenni mindenhova, de most meg fogok nektek mutatni Balinak néhány nevezetességeit is, és hogyha fogadtok mondjuk egy privát sofőrt, amit megint tippnek ajánlok, nagyjából 400-600 ezer itteni pénznembe tudjátok egy egész napra igénybe venni, és teljesen magatoknak tervezhetitek meg, hogy hova mentek, és most is, ahogy megyünk a túrán, ez az első bejelentkezésem, a Handara Golf Club, thank you very much, ami nem annyira ismert, de mégis, ha látjátok mögöttem a kaput, akkor megéri egy stopnak, kell fizetni, azt tudja. Fizetni kell érte, azt tudjátok, de megéri főleg, hogyha drónoztok. Mondok még egy trükköt, ahogy tovább indultok a golfos kapus helyről. Lesznek majmok az út szélén, és érdemes megállni. Berakok itt egyet, csak itt kocsiból vettünk fel. És ez amúgy sokkal poénabb lehet, mint a... Valahogy nekem ez jóval autentikusabbnak tűnik, mint ami írjukban van. Majomerdő, és még azt is hozzá kell tenni, hogy amúgy ha okutba mentek el a majomerdőbe, azt kalkuláljátok, hogy a majmok annyira kiképezték magukat, és lopósak, hogyha bármit lelóg, vagy szemüveg van rajtad, azt tök simán elveszik, úgyhogy erre vigyázzatok, és inkább javaslok ilyen autentikusabb élményeket. Nézzétek, itt vannak, ott van egy majom. Szevasz! És? Rengeteg majom ott is, közben jönnek a kocsik. Na hát itt érdemes megállni és nézelődni, itt meg veszek egy gyümölcsöt. Ez kell egy gyümölcsöt, azt mondják, hogy 15 ezerért szabad venni, most meglátom, hogy nekem mennyit mondanak. Nem vettem végül, amúgy a gyümölcs neve Jamburán, és mondta a sofőröm, hogy az olyan 15 ezerért szabad megvenni. Hát nekem kezdett 50-nel, mondtam, hogy 15, mondta, hogy 30, mondtam, hogy nem. Aztán 20 ezerért akart adni, egy sokkal kisebbet ahhoz képest, hogy először itt. Tovább megyünk, és majd a következőbe. És nem figyeljetek, hogy jóval fél ár alatt szabad mindent, amit mondanak. Fél ár alá kell menni. Itt vagyunk a hét vízesésnek a bejáratánál. Hogyha sofőrrel jöttök ide, akkor valahol meg fog állítani, és kettő csomag közül lehet választani. Én ajánlom, hogy a drágábbat vegyétek, mert ugyanis akkor itt tök jó, hogy lehoznak egy ilyen kis robogóval, azzal mész föl, arra az útra is be fogok tenni vissza fel egy ilyen GoPro timelapse-et vagy hyperlapse-et, mert baromi jól néz ki. Most pedig elmegyünk sétálni és megnézünk 3-4 különböző vízesést. Megérkeztünk az első állomáshoz, ez kb. Hogy lejöttök, hogy látjátok, ott van egy, az a Fiji, messzebb, és van egy titkos, vagy hát nem látott, azért kell titkosnak, mert innen nem látszik. Ha dronozni szeretnétek, lehet, pont előttem is dronoztak, megvásztam, és gyönyörű egy trükk, hogy a drónfelvételekből látni fogjátok, de ott vannak rizsföldek, oda mindenféleképpen érdemes elmenni a drónnal, és most meg elkezdünk lefele sétálni, induljunk el! Ilyen lépcsőkön jövünk le, most már majdnem itt vagyunk a Fidzsinél, igazából lejöttünk rengeteg lépcsőn, nekem képzeljétek el, volt egy térdműtétem, ezért nehéz lépcsőznöm, főleg lefele, de most már itt lent vagyunk. Néha, ha megszakadunk, az olyan, mert folyton leesik a mikrofon, ezért elnézést, és itt van mögöttem a Fidzsi vízesés, most oda értünk, ez volt az első, amit megnézünk, szerintem oda be is ugrok.
tök durva, mert látom, lehet meg tudom nektek mutatni, bár messze van. Ott. Ott halászik egy srác. Telefonnal veszem fel, mert tökre esik. Nem tudom, mennyire jön át. Úgyhogy a hangért is, bocsi, de át szeretném adni ezt a feelinget. Így nem akarom kivenni a nagy kamerámat, de meg szeretném nektek mutatni, mert fantasztikus. És ha valahol bejátszhatnánk azt a számot, hogy Singing and Dancing in the Rain, az ez az. Zseni. Pillanatig nem fázik az ember. Egyszerűen csak jól érti magát, és átadja magát a helynek. Óriási, nagyon jó! Imádom ezt az esőt! Eljöttem a vízenúszó templomokhoz, de egy kicsit összekavarodtam, mert lehet, hogy több is van. Ezek igazából csak a vízre vannak építve, de nem azon úsznak, vagy lehet, hogy a képeken láttam másképp. És nagyon esik az eső. Nagyon durva, képzeljétek el, hogy mivel ennyire esik az eső, lehet bérelni esernyőt, hogy nyilván a hotelből nem hoztam alattak volna. 10 000 itteni pénzért, az nagyjából 500 forint, vagy talán annyi se. Nem, kevesebb. Szóval nagyon olcsón lehet bérelni, meg is éri, hogy béreljünk, de megéri szerintem tényleg Balira jönni az esős időszakba, de most úgy valahogy nincs is olyan meleg, sötét is van, tökre esik, ez annyira nem élvezetes, plusz a vízeséseknek teljesen elázott mindenem. Köszi szépen, hogy megnézted ezt a vlogot, remélem tetszett, hamarosan jövök a következő résszel. Ha most találkoztunk először és nem vagy feliratkozva, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, menj át Instára is, mert ott is tolom a tartalmakat. Köszönöm, hogy néztetek, sziasztok!